Nagy örömmel veszünk részt a Magyarországi Református Egyház kezdeményezéseiben, amik főleg ilyenkor advent vagy karácsony idejében a rászorulókat segítik, támogatják, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok családnak az év végére vagy a anyagi források, vagy pedig egyéb váratlan alkalmak miatt nem nagyon van lehetősége kiteljesedni az ünnepben úgy, hogy ajándékokat adjanak, sőt, a megélhetés is nagyon nehéz. Éppen ezért mi a gyülekezettel úgy gondoljuk, de ez az egyházmegyére is érvényes, a nagykunsági egyházmegyére, hogy a lehetőségeinkhez mérten, és ezzel felszólítva a lakosságot, a gyülekezetet, hogy ebben álljanak mellénk, igyekszünk támogatni a rászorulókat. Nem csak határokon belül, hanem határokon túl. Így a Magyarországi Református Egyház három programjában veszünk részt. Egyrészt híreljük a karácsonyi álomprogramot, aminek az az értelme, hogyha valaki megkeresi a jobbadni.hu honlapot, akkor ott látja, hogy interneten, elektronikus módon hogyan lehet részt venni egy olyan programban, ahol 1000 gyereknek igyekeznek boldoggá tenni a karácsonyát, tehát adományokkal lehet segíteni. A másik, ez már inkább a természetbeni oldala, amit mi magunk fölvállalunk, hogy dobozokat gyűjtünk. Kétféle doboz lesz gyűjtésre bocsátva. Az egyik az úgynevezett nyilasmisi program, amikor a karácsonyi ajándékot egy cipős dobozba helyezve várjuk, hogy adják a gyermekeknek. Ez azt jelenti, hogy egy cipős doboz méretű szeretett csomagot kellene összeállítani, ebben benne van a gyerekeknek csokoládé, írószer, benne szokott lenni egy kis plüssjáték, nyilván ugye a plüssjáték az kisméretű legyen, és erre a dobozra kérjük, hogy írják rá, hogy kinek szánják, tehát hogy kislánynak, kisfiúnak, hány éves kortól, hiszen így lesz majd a szelekció. A másik egy nagyobb méretű doboz, ez a szeretett doboz, ebben tartós élelmiszereket kérünk. Ez azt jelenti, hogy például olajat, cukrot, konzerveket, amik fél éves lejárta előtt kerülnek hozzánk, azokat mindenképpen kérjük, hogy úgy tegyék be a dobozba, hogy nem kell ráírni semmit, nem is nagyon kell lezárni, hiszen van egy olyan feladatunk, ez most a Református Egyház szeretett szolgálatának a kérése, hogy próbáljuk meg a dobozokból szelektálni, külön gyűjteni a különböző típusú élelmiszereket, tehát külön dobozba majd az olajakat, külön dobozba a cukrokat. Mindenki a saját maga kis adományát hozza be. Ha valakinek nincsen lehetősége elvinni tőlünk dobozt, akkor ha behozza egy nylon táskában, egy bevásárló kosárban, mi azt szeretettel átvesszük, vissza is tudjuk adni a nylon táskát, természetesen a kosarat is, és akkor mi szelektálunk. Ez december 16-áig van a határidő, erre kérjük a kedves televíziót, figyelőket, és köszönöm is a televíziónak a ilyen jellegű segítségét, hogy a Református Lelkészi Hivatalban, ez a Karcagkálvin utca 3 szám alatt található hétfőtől péntekig, tehát munkaidőben 8-tól 16 óráig hozzák be. Természetesen az intézményeinkben ezt külön meg fogjuk szervezni, hiszen vannak, akiknek kényelmesebb, magától értetődően, hogy egyből az iskolába vigyék be ezeket az adományokat. Az iskolában külön felhívás lesz, de a határidő ugyanaz, december 16, hiszen ez az értelme, hogy december 17-é, vagy már akár 16-ai napon el tudja vinni a Református Szeretett Szolgálat, akár Kárpátaljára, akár a Szeretett Szolgálati Központokba, például Ebesre vagy Budapestre.